Köszöntöm az NTGM podcast hallgatóit, én Regős László vagyok, a mai témánk pedig a sport és az irodalom kapcsolata. Elsősorban a labdarúgással fogunk foglalkozni, de természetesen nem csak a labdarúgás létezik. A vendégem pedig Regős Mátyás költő és író, akinek eddig három könyve jelent meg, és mind a háromban szerepet kapott a futball. Nem tudsz szabadulni a focitól, vagy nem akarsz szabadulni a focitól azt hiszem mindkettő igaz rám, tehát egyrészt nem nagyon akarok, vagy nem érzem szükségét, hogy mindenképpen szabaduljak, de bizonyos értelemben nem is tudok, főleg mivel mindhárom eddig megjelent könyvemben kiskorú főhősök, ráadásul fiúk szerepelnek, ezért mindhárom esetében a világ regényvilágépítésnek szerves része az is, hogy a futballhoz való viszonyt bemutassam. Ez talán a második könyvemben, első regényem a tikiben a leghangsúlyosabb, mert hogy a két kamasrác barátságáról van szó, és mindketten nagyon szeretik a futballt, de mondjuk a legutóbbi regényemben, ami egy ifjúsági regény, talán éppen az adja meg számomra a dolog pikantériáját, hogy a főhős nem kifejezetten futballrajongó. Mindhárom könyvedet egyes első személyben írtad. Akik focisták megjelennek ezekben a könyvekben, azok a saját volt példaképeid, vagy jelenlegi példaképeid, vagy egyszerűen úgy gondoltad, hogy mondjuk Nihát Kavecsit meg kell említened egy versben? Ez nyilván összetettebb kérdés ennél. Egyrészt az ember szereti, vagy legalábbis én szeretem, ha ilyen helyzetben a kedvenceimről beszélhettek. És az ember szereti Nihátot. Hát igen, én mindenképpen, és és, és az is fontos, hogy, hogy olyan futbalisták jelenjenek meg egy ilyen helyzetben, akik bizonyos értelemben többet jelentenek önmaguknál, szóval mondjuk mondok azért a nihátnál egy közérthető példát, az, hogy Diego Armando Maradona jelenik meg, vagy Franz Beckenbauer. Ők nem csak mint futbalisták, hanem mint uh, márkák, mint popkulturális idolok egy egész világot testesítenek meg. Azért azt mondjuk hogy nem te vagy az első költő, aki a futballról írt, hanem számos elődöd van, aki akár sportról, akár a fociról írt verset, vagy, vagy novellát, vagy akár regényt, de nekik is mondjuk úgy, hogy a gyerekkori emlékeikből adódik az, hogy a, adódott az, hogy a fociról írjanak? Az egyik ok biztos ez amikor és a legtöbb esetben ugye hogy jelenik meg a sport, vagy elsősorban a futball az irodalomban, elsősorban ez szimplán témát szolgáltat. Tehát, és amikor a futball témaként jelenik meg egy irodalmi műben, akkor azt hiszem, hogy a legtöbb esetben arról van szó, hogy egy író miről szeret írni, egyrészt arról, ami megtörtént vele, másrészt pedig olyasmiről, ami érdekli. Tehát nyilván azok az íróink, költőink, akik, akik Foglalkoznak a futballal, azok többnyire focisztak is gyerekkorukban, még azt is megkockáztatom, hogy jól futballoztak. Ugye ez alól lehet, hogy éppen uh, Mándíván lehet a bájos kivétel. Hát másrészt a futball uh, sok esetben akár uh, hát ilyen világértelmező metaforaként, vagy az emberi élet. Uh, hasonlataként is uh, szóba kerül. Abban nem vagyok egészen biztos, hogy ez egy kellőképpen kielégítő hasonlata az emberi életnek. Persze minden hasonlatról tudjuk, hogy alkatából adódóan nem lehet tökéletes, ugye mert a hasonlat nem azt mondja el, hogy mi az, amiről beszélünk, hanem azt, hogy csak azt, hogy milyen, de így is gyakran megjelenik, de azt hiszem, hogy a futball nagyon szorosan kötődik olyan témákhoz, olyan toposzokhoz, amik megihletnek irodalmi szerzőket. Tehát, ha belegondolunk, a futball bizonyos értelemben tekinthető háborúnak, a futball az ifjúságról szól, a szabadságról szól, és ezek mind olyan témák, amik szerves részét képezik az irodalomnak, vagy a legkedveltebb irodalmi témák közé tartoznak. És például azt gondolom, hogy mondjuk a romantikából, vagy a romantikában élő költő eszmény, a hősi halál, az egyebek, amik ma már talán jobb esetben, kicsit nehezebben élhetőek meg. Ezek miniatűrként vagy makett szintjén megjelenhetnek a futballban. Egyfajta modernkori megfelelője. Patyik Fedon és a Fotball című versetben van egy ilyen mondat, hogy néha eszembe jutott, rendjén van-e, hogy ilyen ragyogó művészi elme a fotballal, sőt a fotball filozófiájával töltse napjait, de már mindegy. Mennyire foglalkozhatja ez a kérdés a mai olvasó közönséget? Hogy például József Attila, vagy Szabó Lőrinc, vagy Lázár Ervin a fociról ír. Számo, igen, számos példa van erre, hogy a magyar irodalom jeles alkotója a futballról írnak. Hát igen népes tábora van a futball, hogy mondjam, haragosainak, vagy lekezelőinek is. Néhány hete volt olvasható a büntető.com-on a Kukarelli Andrével egy interjú, ahol, ahol azt mondta, hogy a értelmiségi diskurzus tulajdonképpen lekezeli a sportot, vagy a futballt, de már a Márai naplójában is azt olvashatjuk a futballról, hogy átmenet egy kocsmai verekedés és valamilyen pubertásos futási inger között és még egy példát hoznék, hogy Kosztolányi Arancsárkány című regényében Novák Antal tanár úr halálát jelzi előre az első mondat, amely így szól, a pisztoly eldördült, és úgy érzem, hogy ebben is hangsúlyosan megjelenik a sportban rejlő agresszió, vagy az akár negatív ösztönök felszabadulása. Tehát az biztos, hogy van -e ezzel kapcsolatban egy nagyon erős ellenérzése a értelmiségi diskurzusnak. De Eszterházi is azt mondja az utazása a 16-os mélyére című szövegében, hogy, hogy, a futballban a győzelem az alapvető fontosságú. Tehát, hogy úgy nem lehet futballozni, hogy valaki nem akar győzni. És meccset nézni sem lehet úgy, hogy a szép futballt keresi az ember, hanem szurkolni kell valakinek. Így van. És ez alól például Üdítő kivétel, ugye Mándíván, aki, aki valahol a pálya szélén, meg ugye Csempe-Pempe vagy, vagy Minarik uh, alakjában valami másról is tud beszélni, és nem kizárólag a győzelemről. De azt hiszem, hogy például ez a komoly agresszió, a mindenáron való győzni akarás mozzanata, lehet az, ami ellenérzést vált ki adott esetben. Viszont ezt nem is tagadják szerintem a költők vagy az írók, sőt, te se tagadod, mert a Tikiben is van olyan jelenet, amikor a torna öltözőben balhé van. És Kukorelli Endre is említi ebben az interjúban, hogy azért értőt keményen megnevelte a foci. Így van, persze, tehát, hogy a jelenségről magáról nem nagyon vitatkozunk az a kérdés, hogy ezt hogyan értelmezzük. Úgy gondolom, hogy a, az agresszió, a különböző csoport, dinamikák, ebbe beleértve azt is, hogy egy fiatal focistát, vagy a csapat legifjabb tagját általában azért viszonylag komoly nyomásnak teszik ki a nagyöregek, és stb. sorolhattam, de hogy ezek az emberi élet szerves részét képezik, és azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha ilyesmire egy fiatal fiú, vagy adott esetben lány mondjuk a futballpályán vagy a futballon keresztül készül fel. Tehát én úgy képzelem, hogy a futball alapvetően nem az élethez hasonlít, vagyis nem az életenek lehet a hasonlata, hanem az életre készíti fel azt a rengeteg gyereket és kiskamaszt, aki üzi ezt a sportágat, és nagyon úgy néz ki, hogy lehet, hogy egyre kevesebben. Azt szerinted mennyire indokolja, hogy focistákról írjanak a költők, az írók, hogy a művészetekben mindig jelen volt a korabeli hősöknek a, a szerepeltetése, tulajdonképpen, és, és a korunkbeli hősök sokak szerint a focisták vagy a sportolók. Én ezt az összefüggést kevésbé látom relevánsnak. Nyilván akadnak um, művek, ami híres futbalistákról, vagy a futballhősökről szólnak. Um, itt, hogy még egy kiváló irodalmi alkotást uh, reklámozzunk, mondjuk német Zoltán kortárs költőnek a Muri Nyurilkét Olvas című nagyszerű költeménye, de mégis úgy látom, hogy a futballról szóló művek a, a legritkábban szólnak egy-egy-egy-egy kiemelkedő egyéniségről és annak mitizálásáról. Itt sokkal inkább a, a gyerekkor, a szabadság, az önfeledtség, bizonyos értelemben az időtlenség jön szóba, ezt az előbb kifelejtettem, de szerintem magának a futballnak ez is egy nagyon jelentős aspektusa, hogy kizökkent térből és időből. A, amíg a labda gurul, addig a futballozók elfeledkeznek a mulandóságukról, nemhogy még a hétköznapi gondjaikról is, természetesen. És valahogy szerintem inkább ez kerül középpontba egyes hősökkel ellentétben. Szerinted a sportra lehet egyfajta művészetként tekinteni? Szerintem ez túlzás lenne. Persze én is számtalan szort teszek olyan megállapítást egy-egy futbalistára, egy-egy futbalista karrierjére vagy alkatára, hogy az már-már művészi, vagy valami hasonlót idéz meg. Most nem tudom, én ha egy-két névre gondolok, nekem először a Huáromá Rikelme jut eszembe, az argentin de a magyar vonatkozás, akkor, akkor a Gerazoli játékát is egészen nyugodtan tudom művészi jelzővel uh, apostrofálni. Nyilván egészen más a művészet és a labdarúgás világa, de, de persze a művészet bizonyos válfajaival, meg, meg, meg adott esetben nagyon is összeérhet. Tehát, hogyha most az irodalomtól egy kicsit elvonatkoztatunk, és táncművészetbe gondolkozunk, vagy performance művészetbe, akkor, akkor még sokkal inkább tekinthető annak, de én inkább a jobban szeretem a művészet egy lehetséges tárgyának tekinteni a futballt, ami ugyanúgy a világ része, mint egy mint a szerelem, vagy mint egy táj szemlélése, és amit mint minden mást, ami körülöttünk létezik, lehet uh, művészi szemmel nézni, és művészi igényel feldolgozni. Melyik az a sportág, amely a legközelebb van a művészethez? A tornának ugye, ez az angol neve, hogy, hogy művészi torna. Éppen ezért én most ilyen példákat nem hoznék, mert nyilván néhány ponton egyértelmű az átfedés, de ha itt az előbb a, a futballt, mint adott, mint lehetséges életmetaforát szóba hoztam, a futás biztos, hogy ezt a összehasonlítást sokkal jobban kiállja, vagy megállja. Tehát ugye már a Bibliában Pálapostolnál, de, de hát nagyon sok későbbi esetben, kortárs regényekben, ugye Kormek megkárti az út című regényében és számos műben, vagy Mész Miklós az atléta halálában a, a futás egy nagyon alapvető életmetaforaként működik, ami persze nagyban összefügg az út ö, életmetaforájával is, de egy futóverseny, vagy egy, egy út, szóbozhatjuk, a kaminót is akár, mint zarándokutat, abban, hogy pontos kijelölt indulópontja és pontos kijelölt végpontja van, abban zavarba ejtően hasonlít a mi életünkre, és hogyha nagyon távolról tekintünk rá, akkor nincs is benne nagyon más, tehát hogy, hogy, nem tudjuk, hogy pontosan mi történik, egyet tudunk, hogy valamikor elindultunk, és ennek az útnak valamikor vége lesz, és ahogy egy futóversenyen, főleg egy hosszú táv futás során a versenyző a folyamatos kételjeivel, a győzni akarásával foglalkozik, vagy végigjárja ezt az utat, vagy akár annak lehetőségével, hogy feladja a versenyt, ez szerintem egy sokkal erőteljesebb életmetaforaként működhet. Azt tehát megállapíthatjuk akkor, hogy a futballnak és a sportnak helye van a művészetekben, és én azt hiszem, hogy rendjén van, hogy egy ilyen ragyogó művészjelme a futballal vagy a futball filozófiájával töltse a napjait, mint amilyenek a magyar irodalom alkotói. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, a hallgatóknak pedig köszönöm, hogy velünk voltak a viszonthallásra.